Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga előjárója, és mihelyt meglátta őt, lába elé borult, és nagyon kérte: halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan. Egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: ki érintette meg a ruhámot? Tanítványai ezt válaszolták: látod, hogy szorongat a tömeg, és mégis azt kérdezed, ki érintett meg? De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele. Odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Míg beszélt, amikor jöttek a zsinagóga előjárójának házából, és közölték: meghalt a lányod. Miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját: ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek se engedte, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: mit lármáztok itt? Miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, kísérőivel együtt, bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: Talita kum, ami annyit jelent: kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt, járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Aztán szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi.